A helyi pénzek a témái, és hát nagyjából ezekre a kérdésekre keresjük a választ, ami ki is van vetítve. Mik is ezek a helyi pénzkezdeményezések? Mire jók? Serkentik-e a gazdaságot valóban? Miért jó ez a vevőnek, a vásárlónak vagy a vállalatoknak? Hány embert képesek ezek elérni, ezek vajon ilyen kicsi rendszereke, vagy pedig komolyabb, akár regionális potenciális rejlik-e bennük? Úgyhogy ezeket fogjuk körbejárni három előadónkkal. Bódis Krisztián, aki azt mondta, hogy csak úgy mutasson be, mint piacszervezőt. Ő lesz az első, aki beszélni fog. Egy kis áttekintést is az a helyi pénzekről, és aztán egy konkrét kezdeményezésről is fog beszélni. Utána André Mejant fogom megkérni. Ő Svájcból érkezett hozzák. Ő a Romonban egy ilyen helyi pénzkezdeményezésnek az egyik szervezője. És végül, de korán sem utolsó sorban, Leitold László, aki a Balatoni Korona elnök vezérigazgatója, ő fog nekünk beszélni egy másik magyar kezdeményezésről, tehát a Balatoni Koronáról. Ahogy említettem, ugye lesz egy francia előadónk, tehát kérem a tolmácskészüléket majd helyezzék készenlétbe, és akkor megkérem a Bódis Krisztiánt, hogy egy olyan 20-negyed órában tartsa meg a kis előadását. Szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Én azt a témát kaptam, hogy működik-e a helyi pénz. Hát erre próbálnék egy rövid elméleti felvezetést, és utána a saját megoldásunkat szeretném bemutatni. Jó, marad. Egy minimális elmélettel kezdeném. Ez a gazdaságnak a... Hát Wikipédiában található definíciója, de körülbelül ugyanez van a tankönyvekben is, hogy a gazdaság vagy a gazdasági rendszer a szükségletek kielégítésére alkalmas javak és szolgáltatások előállításának, szétosztásának és fogyasztásának mechanizmusát jelenti egy adott társadalomban. Nagyon fontos itt kiemelnem, hogy egy adott társadalomban, ugyanis egy gazdaság nem tud működni társadalom nélkül, konkrétan egy közösség nélkül, tehát ebben nyilvánul meg egy gazdaság. Tehát vannak szélei és határai. Én ezt úgy definiálnám másképpen, hogy a működő gazdaság alapja minden esetben identitás kérdés. És egy nagyon picit ezen érdemes lenne elgondolkodni, mert úgy érzem ebben a globalizált világunkban ez az identitás kérdés ez egyre gyengébb. Viszont ahhoz, hogy egy gazdaság erős maradjon, mindenképpen ki kell alakítanunk azt a fajta identitást, ahová szeretnénk tartozni, és amin belül egyáltalán munkát várunk el a társadalomtól. Ugye itt lehet, hogy László majd kifejezetten egy regionális megoldást fog mutatni, mint a Balatoni Korona. Tehát ebben is már a nevében is benne van, hogy a balatoni régióhoz tartozó identitással kapcsolatosan hoztak létre egy megoldást. Ezért a jövőben is mindenkitől szeretném majd kérni, hogy ténylegesen, amikor vásárol és döntést hoz egy-egy vásárlásnál, ez a kérdés legyen neki előtérben, meg szükség lesz hozzá. Jó, tehát akkor egy működő gazdaság feltétele, legyen identitásunk, ahol gazdálkodunk. Ha nincsen, akkor nyilván, hogy a senki országában teljesen meg fog felelni a valakik által diktált gazdaság, ha jól tudom. Legyen társadalmi-gazdasági felelősségvállalás, ez nem más, mint gazdasági szolidaritás. Ugye van a magyar sajátos kultúrában az olcsó, az olcsóbb és a legolcsóbb értékmérés. Én ezt szeretném egy picit azért más módon is megvilágítani, mert szükség van a szolidaritásra is ahhoz, hogy helyben gazdaságot tudjunk létrehozni. Ja, hát legyen kereslet és kínálat, ugye nyilvánvaló, legyen fizetőeszköz, ami alapján helyben marad a csere, és előzőkben legyen csele, illetve az export és import egyensúly. Itt kifejezetten a gazdaság határairól szóló export és importról beszélek. Nem feltétlen a Magyarországot, úgymond, tehát hogyha Magyarországról nézzük az export és az importnak az egyensúlyát.
Jó, miért nem szárnyal ma a nemzetgazdaságunk? Hát először is nincsen identitásunk. Ugye ezt legjobban tükrözi az a 2005-ös választás, ahol a határon túli magyarokat leszavaztuk, hogy ők is állampolgárok legyenek. Én szerintem ez nagyon jól megmutatja, hogy ma már ez nem érték a legtöbb embernek, ezért ez hiányzik is nekünk, legalábbis többségben. Jó, társadalmi felelősségvállalásunk hiánya. Mindenki a politikusokra mutat, a politikusok pedig a választókra, meg a gazdasági környezetekre, tehát nincsen felelősségvállalás, nem is fog működni. Akkor van nekünk egy világpénzünk, amit most már forintnak hívunk, de az nem sokban különbözik az eurótól, illetve a dollártól. Nem ismerjük a mellékhatásait. Nem tudom, hogy ki az, aki foglalkozik vele mélyebben. Érdemes lenne utána nézni, mert ezeknek az ismereteknek a hiányában nem fog ténylegesen jól dönteni egy forint használat során. Szükségtelen munkaerőkínálatok tömege van jelen pillanatban a kínálatban, például a friss diplomások. Nincs rá szükség, hiszen nincsen termelés. Ha nincsen termelés, nem ér semmit sem a diploma. És miért nincsen termelés, ez nem feltétlen politikai kérdés, ez a mi felelősségünk, hogy éppenséggel kinek adunk munkát. Vannak multinacionális bevásárlóközpontok, nyilván vagy ott egy import terméket vásárolunk rendszeresen, ne várjuk el, hogy gyermekeinknek legyen munkájuk. Fizetősképes keresletek nélküli kínálatok tömege van, pontosan azért, mivel az előzőek miatt lecsökkent borzasztóan a nemzetgazdaságunkban található pénzkészlet, ezért rengeteg olyan termék van, amire nincs pénz, mint például az autó és az ingatlan piac, ugye pang. Egy szóval nem találkozik a kereslet és a kínálat, ezért nem működik ma a nemzetgazdaságunk. Jó, hogyan működhet? Mindenképpen tudati kérdés. Tehát nagyon fontosnak tartom, és ez a mi munkánkban is folyamatosan érződik, hogy kétféle ember létezik ma itthon Magyarországon, és legalább kettőbe tudjuk sorolni. Az egyik, aki tudatosan próbál valamilyen megoldást találni arra, hogy ne csak a saját érdekeit vegye figyelembe, hanem másokét is. A másik pedig marad ebben a régi, mondjuk úgy, hogy ebben a régi szabályzásban, vagy régi értékeknél, hogy olcsó menni drágán eladni, és semmi más nem érdekel. Jó, tehát jól meghatározott identitása, azaz közösségtudattal. Hát nyilvánvaló, hogy itt mindannyiunkban, én úgy érzem a többségünkben azért még a magyarságnak van valamilyen szinten közös felülete. Tehát a magyar nemzetgazdaságot azt én úgy érzem, hogy ezt ki kellene alakítani mindenkinél. Jó, ezért való felelősségfelvállalás és szolidaritás is. Tehát ne legyen már azért egy vásárlásunk importáru, mert az olcsóbb 2 forinttal, mert tényleg itt tartunk ma tömegesen. És persze, megértem, keveset keres, de ez egy ördögi kör, ebből soha nem fogunk kimászni, hogyha csak mindig a következő havi fizetésig gondolkodunk. Éppen ezért a tudatos vásárlás nélkül sem fog sokat érni egy helyi pénz. Hiába van helyi pénzünk, ténylegesen nem fog semmit érni, hogyha a tudatos vásárlás ebből hiányzik. Itt jönnek ugye a helyi termékek. Ennek most hamarosan egy viszonylag nagyobb kultúrája is fog indulni. Itt a Magyar Termék Nonprofit Kft., a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Turizmus szervezésében. Jó, és hát nyilvánvaló, hogy a más közösségek közötti export-import szervezéssel ezt egyensúlyban kell tartani, ugyanis ma én nagyon szeretem a német autókat, ugye ezt onnan importáljuk, de fizessünk érte például a disznóhússal. De ma mind a kettőt Németországból vesszük, és ez nem jó. Ez nincs egyensúlyban. Jó, a mi megoldásunk a Hungaropiac. Ezt a hungaropiac.hu-n egy kis reklámot engedjenek meg, hogy beletegyek. Jó. A működésünk alapjai, indulásunk 2011. szeptemberére tehető. Hát az identitásnak ezt a magyarországi barter közösséget nevezzük, kifejezetten barter megoldásokat hozunk létre, oly formában, hogy készpénz kímélésen árucseréket hozunk létre. Tehát ezért én picit elhatárolnám magam itt a helyi pénz kifejezéstől, mert mi nem ebben a kategóriában vagyunk, mégis azért ide sorolnak minket sokan, illetve ilyen, hogy helyi pénz ugye hivatalosan nem is létezik, tehát jogilag nincs ilyen forma. Jó, egyelőre csak vállalkozók közt működnek a kereskedéseink, és a tagjaink között nevezzük úgy, hogy bizalmi indexet minősítünk, amivel áruvásárlási keretet ítélünk meg tagjaink között, hogy hogyan tudnak egymás között cseréket, mekkora kapacitásra vannak be minősítve.
Ezt egy picit nem akarom összekeverni ezzel a fogalommal, de úgy kellene elkezdeni a hitelminősítést. Tehát mondjuk, ugye vannak most hitelminősítések, mondjuk az országunkat is nem a legjobb besorolásba teszik. Mi is egy picit egy ilyen folyamaton keresztül a tagjainkat minősítünk, hogy a többi tag mennyire hajlandó, mennyire kockázatos tőle tartozást elfogadni. Ugyanis kifejezetten szervezetten mi gerjesztjük a körbetartozásokat. Tudom, hogy ez Magyarországon egy nagyon negatív megítélés, de higgyék el, hogy a körbetartozás nem lenne rossz, hogyha ez egy szervezett forma lenne, és kifejezetten a tartozásokkal és a követelésekkel egyenlegeket tudnánk vonni egy társadalmon belül, vagy ahogy mondanám, egy közösségen belül. Éppen ezért a követeléseket, tehát hogyha valaki leszállít valakinek egy árut, akkor követeléssel történik. Ezt a követelést mi tartozásokkal teljesítetjük tagjaink között. Tényleges pénzforgalom nélkül lehet létrehozni így értékcserét a tagok között. Jó, hát ez vizuálisan egy picit így néz ki, ezt így kellene elképzelni. Mindenképpen ezeket a körbetartozásokat, nem csak lánctartozásokat hozunk létre, hanem zárt köröket hozunk létre, és ezáltal meg fog szűnni ténylegesen a tartozás mindenki által, létrejönnek az értékcserék, viszont pénzhez nem nyúlt senki, illetve mondjuk úgy, hogy kiegészítve használjuk, tehát nem csak tartozásokkal és követelésekkel, hanem pénzforgalommal is dolgozunk, de abban mi nem folyunk bele, azt a tagok egymás között a hagyományos úton megoldják. Tehát mondjuk egy 100 000 forint értékcserét 50 000 forinttal megvalósítanak, és a másik 50 000 forintot pedig ilyen tartozás és követelések rendezésével. És akkor egy minimális eredményt mondanék rólunk. Jelen pillanatban több mint 100 vállalkozó, közel 100, illetve átléptük a 100-as létszámot vállalkozókat. Jellemzően mikro és kis vállalkozások. Többnyire Budapest és Szeged, valamiért ez a két térség jobban kialakult, és többnyire szolgáltatókkal dolgozunk, de vannak gyártók is. Ez az úgynevezett megszavazott bizalmi index összértéke, ez kb. 60 millió forint, amit ma körönbelül engedünk a tagjainknak, és eddig 2011. szeptember óta kb. Egy 30 millió forint értékben jött létre olyan értékcsere, amihez nem használtak pénzt. És köszönöm a figyelmet, én ennyit szerettem volna röviden. Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a szót Andrénak, csak egy-két gyors tisztázó kérdést hagyd tegyek fel, aztán majd a három előadás után a közönségnek is lesz módja kérdezni vagy hozzászólni. Csak hogy jobban értsük a rendszert. Tehát ugye akkor ez egy barter rendszer a vállalkozások között. Van egy központ, ahol ezt nyilván tartják az összes ilyen bartert? Van egy virtuális központ, nevezzük így, egy virtuális felület, ahol mindenki a keresletét és a kínálatát ténylegesen fel tudja rögzíteni. Ez egy hasonló felület mondjuk, mint egy Express hirdetési felület, ezt ugye itt sokan ismerik, és ezen belül tudja böngészni, hogy neki mire van szüksége, és hogyha valami megtetszik, akkor leszervezi a tag közvetlenül a másik taggal, tehát mi ebbe nem folyunk bele, direktbe, közvetlenül. Nyilvánvaló, hogy a szolgáltatásaink között van ez az úgynevezett piacszervezés, amit én is úgymond végzek, és kifejezetten felkutatjuk mind tagságon belül, mind kívülről hozzunk be új tagokat, akik ezeket az igényeket ki tudják mérni, teljesíteni tudják az igényeket. De akkor, ha jól értem, akkor ezek a barterek végig is két oldalú megállapodásokba jönnek létre, és nincsen semmi központi nyilvántartása annak, hogy ki mennyivel tartozik, vagy kinek mekkora követelése a többiekkel, vagy akár kivel szemben? Igen, köszönöm a kérdést, ez így ennyire nem jött le. Tehát nem direkt bartereket szervezünk, ezt úgy hívják, hogy bilaterális barter, tehát hogy két szereplős, hanem több szintes, több szereplős barterkereskedést hozunk létre. Ezeket a tartozásokat és követeléseket mi nyilván tartjuk egy szoftverben, és ennek vannak egyenlegei, ami abban alapján látszik, hogy ki hol tart, gyakorlatilag a cseréket illetően. Ha ez egyenlege negatív, akkor ő tartozik a rendszernek. Ennek van egy maximális, úgymond, kerete, amit ő megtehet. Ha viszont ez pozitív, akkor követelése van, és akkor ő nyilvánvaló, hogy a közösség tartozik neki. Világos, tehát akkor ez a gyakorlatban úgy működik, hogy van egy ilyen információs felület, ahol én megkeresem, aha, hogy mire van szükségem, vagy mit kínálok. Tegyük föl, hogy találok egy ilyet, megállapodok vele,
erről akkor a központot értesítjük, hogy itt létrejön egy ilyen barterüzlet, és akkor ezt önök nyilvántartásba veszik, hogy egy ilyen tartozás, illetve követelés jött létre. Ha folyamatok szintjén nézzük, akkor így is nevezhetjük, de ezt mindenki önállóan, tehát a szoftverünk az olyan, ezt önállóan végzik. Mindenkinek van egy ilyen keret, amiről az előbb beszéltünk, áruvásárlási keret, és annak egy részét átadja digitálisan annak, aki úgymond befogadja ezt a fajta elszámolási felületet. Értem, tehát ez digitálisan működik, igen, elektronikusan működik az egész, igen, rendszer, tehát ebben nincsen ilyen úgymond külső beavatkozás. Igen. Akkor ez nyilván, hogyha ez így működik, akkor ugye itt azzal sincsen probléma, hogy mi az értéke mondjuk a különböző szolgáltatásoknak, hiszen akkor végül is egy piaci tranzakció jön létre, egy kereslet kínálat találkozik. Pontosan. Forintba azért, tehát ugye, ha én valamit közzétesz, ugye valahogy számon kell tartani a tartozás és a követelést, akkor ezek szerint azért forintos árat rendelnek hozzá, csak az nem kerül kifizetésre? Pontosan, tehát mondjuk az előző 100.000 forintos példánál, hogyha mondjuk felesben fizetjük ezt barterban, akkor 50.000 forintot a hagyományos úton rendezünk, tehát vagy bankszámla fizetéssel, vagy készpénz fizetéssel. A másik 50.000 forintot a mi felületünkön adminisztráljuk le, hogy ezzel gyakorlatilag a vevő tartozik, az eladó pedig követel 50.000 forintnyi csereértéket. Ezt hívjuk hungarónak. Aha. Hungaró, aha. Jó, tehát akkor itt is van, igen, egy ilyen... Ez is identitás jelző. Igen, igen. Tehát akkor van itt azért egy saját pénz, a hungaró. Nevezném annak, tehát ettől el szeretném határolni magunkat. Értem, értem. Elszámolási egység. Elszámolási egység, igen. Elszámolási egység. Jó, tehát ugye minden ilyen rendszernek ezek a technikai részletek, ugye ezek fontos mozzanatát képezik. A másik ilyen fontos mozzanat, és majd azt kérem a másik két előadót is ugye reflektáljanak, ugye a bizalom. Tehát, hogy hogyan, ugye ha jól érde, a folyamatok szintjén, akkor a bizalmat talán az biztosíthatja, hogy itt van egy ilyen elektronikus rendszer, amiben nem lehet belenyúlni, tegyük föl. De hogyan történik a tabok toborzása? Hogy sikerült résztvevőket szerezni ehhez? Mert azért... ugye körbe tartozás generálni, ahogy mondta is, azért ez egy furcsa, provokatív kifejezés, hogy lehet erről, igen, meggyőzni a vállalkozásokat, hogy generáljanak körbe tartozást, ahelyett, hogy megszüntetnék azt. Ez még egyelőre nálunk ennyire ismeretlen terület, ez mondjuk úgy, hogy a fejlettebb országokban, fejlettebb gazdaságokban kifejezetten nagyban történik ilyen típusú kereskedés, körbe tartozásokkal való kereskedés, csak a Forbes 500-as listán a 60% használ nagyban, kifejezetten nagyban ilyen elszámoló felületeken keresztül barterkereskedéseket. Hiszen ha belegondolunk, mindenkinek ez likviditást növel, mert nem kell készpénzhez nyúlni. Létrejönnek a tranzakciók, hiszen pénzhiányában nem tudna megvalósulni egy-egy tranzakció, és ezzel, ha elfogadja, ha valakinek sikerül megértenie, hogy miért jó a körbetartozás rendszerében kereskedni, egy szervezett körbetartozási rendszerben, akkor gyakorlatilag ténylegesen létre tudja hozni azokat a cseréket, amire szüksége van, de nincs rá pénze. De mégis gyakorlatilag ez hogy történik a toborzás? Tehát az egyik tag hozza a másikat? Vagy hogy egyrészt, tehát van ilyen típusú úgymond toborzás is. Hirdetik mi magunk magukat? Is, vannak munkatársaink, piacszervező munkatársak, akiknek az a feladatuk, hogy keressék azokat az új és új ügyfeleket, ügyféljelölteket, akinek egy megértés után el tudja dönteni, hogy őt ez érdekli, vagy nem. Tehát ez a két módja ez van. Ez a két módja, értem. És akkor a harmadik ilyen kulcskérdés, azt gondolom, tehát a technikai megoldások működtetése és a bizalom mellett ez a jogi aspektus, hogy ez adójogilag, bármilyen szempontból, ez mennyire van rendben? Teljesen rendben van, természetesen mi nem adóelkerülő módszer vagyunk, tehát ezt szeretném is kihangsúlyozni, hogy nem tudjuk az okosban hasítási megoldásokat megvalósítani ebben. Jó, mindennek teljesen digitalizáltan nyilvántartott mozgása van, tehát ezzel ezt nem lehet megvalósítani. Nálunk nagyon fontos, hogy mi tényleg minden tisztán valósítsunk meg. A számla ugyanúgy kiállításra kerül, és a számlának egy érték része az, ami ilyen módon történik gyakorlatilag az elszámolása.
Aha, tehát akkor számla az van, tehát az mindenki számlát bocsát ki. És akkor ezt így le lehet könyvelni, hogy a számlát én nem... Természetesen ezt nem a pénzeszközök között kell nyilván tartani, hanem ugye vannak olyan számlaosztályok, hogy tartozások és követelések. Azon belül vannak nyilván tartva ezek az értékek. És a mi elektronikus felületünkön található egyenlegek alapján tudjuk mi teljesítetté tenni ezeket a tartozásokat és követeléseket, ami alapján kiderül, hogy a számlán, vagy hogy a könyvelésen belül van-e tartozásunk vagy követelésünk. Jó, nagyon szépen köszönöm. Akkor majd a közönség kérdésével folytatjuk, és most akkor átadnám a szót André Mejannak, aki tehát Svájcból érkezett hozzánk, és ő pedig már egy kifejezetten helyi pénz kezdeményezésről fog beszélni, ha én jól sejtem. Bonjour. Bon, désolé de vous parler en français, non pas en hongrois. J'aurais commencé par une question. Est-ce que vous êtes en collaboration avec la banque Lire en Suisse? Jó napot kívánok! Először egy kérdést szeretnék föltenni. Önök a svájci bankkal... Le VIR en Suisse est une banque qui existe depuis les années 30 et son système fait... Az 1930-as évek óta egy bank elkezdte ezt a kezdeményezést, amely az ország stabilitását megpróbálta rendbe tenni. Ja, francia, nem hallatszik. Megy a tolmácsolás? Vagy? Még nem hallottam. Igen, de valami gond van. Értem. Je disais que la banque VIR en Suisse est une des premières raisons de la stabilité économique du pays. Egy VIR nevezetű bank... Est-ce qu'ils sont en collaboration? Est-ce qu'ils ont au moins des contacts ensemble? Nem hallom. Ok. Egy kicsit hangosabban próbálom szerintem beszélni. Halló? Halló? Je répète ma question. Rendben, most kezd jól lenni. Tehát akkor megismétlem a kérdést. Tehát azt mondtam, hogy a VIR elnevezésű bank az első olyan svájci stabilitásért küzdő bank, amely a 30-as évek óta létrejött. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy van-e ezzel a bankkal valamiféle együttműködés? Semmilyen együttműködés nincsen a VIR bankkal. Ismerjük, tudjuk, hogy működik. Nagyon sok nemzetközi példát megnéztünk. És mondjuk, hogyha a mi munkánknak így a mentori oldalát nézzük, akkor Bernard Lietár az, aki segít nekünk. Köszönöm szépen. Én most nem a cég alapú kezdeményezésekről szeretnék beszélni, hanem az emberek által kezdeményezett programokról. Először pedig a helyi cserekereskedelmi rendszerekről, az úgynevezett SEL-ekről. Tehát ezek helyi szinten bonyolítják a kereskedelmet, ezek a rendszerek.
igazából ősrégi módszerről van szó. Kanadában 1970-ben jöttek létre azonokból, hogy likviditás hiány volt a gazdaságban. A SEL, vagyis a helyi kereskedelmi rendszer alapja azon a megállapításon nyugszik, hogy minden egyes egyénnek megvannak a saját kompetenciái, ideje és eszköze arra, hogy elcserélhesse ezt másokkal, és teheti ezt pénzhasználata nélkül. Tehát egy nemzetközi pénzhasználata nélkül. Nagyon fontos az, hogy lokális, tehát helyi rendszerről van szó. Így a csoporthatás érvényesül, az emberek egymás közötti kapcsolatai működnek. Hogyha valakinek szüksége van valamire, akkor ezt ki tudja fejezni, és tud arra adni a többieknek. Hogyha visszatekintünk egy kicsit a múltba, a svájci alapokban, teljesen informális módon a szomszédok már nagyon régóta cserét folytattak egymással, a csereegység pedig a munkanap volt. Ez természetesen az egymásba fektetett bizalmon alapul, és minden ilyen csere a szociális, társadalmi összetartozást erősíti. A SEL rendszer tehát a likviditás hiány miatt jött létre. Egy kicsit a 70-es években történt ez, és ez egy kicsit bonyolult volt, mert különböző utalványok, jegyeken alapult a kereskedelmi rendszer. Ez most már automatikusan számítógéppel kezelt módon történik a mostani időkben. Most pedig szeretnék önöknek a saját rendszerünkről beszélni. Romon, Lozán és Bern között található, és svájci Glan járás központja. Két éve indítottuk meg a helyi cserekereskedelmi rendszert ebben a városban. Természetesen nem könnyű ezt elindítani, hiszen ez nem egy általános tevékenység. Több mint 20 emberrel indítottuk meg ezt a rendszert. 2 év után pedig több mint százan vettünk részt. Nem csak 100-nál többen vagyunk ebben a kereskedelmi rendszerben, de nagyon sok város látva sikerünket csatlakozott ehhez, ezért kitaláltuk, hogy egy rendszert hozunk létre. Minden helyi cserekereskedelmi rendszer független. Tehát a szomszédos városok is létrehozták ezt a rendszerüket. Közösen működünk az informatikai rendszert illetően, tehát megosztunk egy weboldalt. És részét képezzük egy szövetkezetnek. Mindenki számára nyitott a belépés ide, de minden helyi kereskedelmi rendszer autonóm, független egymástól. Általában a munkanélküliek, vagy a rossz társadalomban nehezen integrálódó emberek vesznek részt ebben a rendszerben. Olyan kompetenciákat próbálunk újraéleszteni, amelyeket már teljesen elfelejtettek. Jelen társadalmunkban nem értékeltek. Összejöveteleket tartunk, ahol megbeszéljük ezeket a problémákat. Tehát ezek olyan emberek, akik alternatívákat keresnek. Még egy kicsit tovább is mentünk, tehát különböző egyéb kezdeményezéseket hoztunk létre. Létrehoztuk a Glan Uvert nevű szervezetet,
amely ökológikus, környezetbarát és szolidáris megoldásokat keres, élelmiszer szuverenitásra törekszik, és a társadalmi kapcsolatokat igyekszik növelni. Tehát a rosszul integrált közösségek, emberek lehetőségét szeretnénk megnyitni. A legfőbb kezdeményezésünk, amellyel nagyon sokat foglalkozunk jelenleg, ez a helyi kultúra erősítése. Az európai termékek előretörése miatt a helyi mezőgazdászok nehéz helyzetbe kerülnek. Tehát megpróbáljuk emelni mind a földművelésből élők életszínvonalát, mind pedig a létrehozott termékek színvonalát. A helyi közösségek kultúráját előtérbe helyezve létrehoztuk az úgynevezett kulturális kávézókat, amelyek valójában fórumok, és olyan munkacsoportok, amelyek az ökovárosok vagy ökovárosnegyedek létrehozására törekszenek. A helyi cserekereskedelmi rendszereket érintően el kell mondanunk, hogy természetesen pénzügyileg ez nem jelent nagyon komoly értéket, viszont az emberi értékek cseréje, közvetítése nagyon fontos. Rendkívül gazdagító, hiszen mindenki kompetenciáit értékeljük, és egy szinten vesszük figyelembe. A kölcsönösség elvén alapul. Takarékos, és közben környezetbarát is, hiszen a helyi fogyasztást a legoptimálisabban használjuk ki, az a termék, amely valaki számára kevésbé hasznos vagy fölösleges, az más számára felhasználható. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hagyj tegyek fel akkor itt is néhány kérdést gyorsan, tisztázandó néhány részletet. Svájcban hány ilyen helyi pénzkezdeményezés van? Van erről adata, és esetleg tud-e nekünk valami globális átfogó adatot mondani, hogy a világban hány ilyen kezdeményezés van? Lehet ezt tudni, sejteni? Ah. Oké, quelques informations? Aujourd'hui même, je ne sais pas. Yeah. Mai napon nem tudom pontosan megmondani, tegnap, körülbelül Svájcban 50-60 helyi cserekereskedelmi rendszerről beszélünk. Fribourg kantonban 2 éve 3 volt, amelyek igen kicsi méretűek voltak, most már 6-ra nőtt ezeknek a száma. Lausanne városában 25, melyek nem jól működtek, nem voltak jól szervezettek, de most egy olyan tervünk van, hogy városnegyedenként egy ilyen rendszert létrehozunk. Vannak más városokban is olyan csoportok, amelyek szeretnének csatlakozni. 5 további projektről tudok, amelyek megvalósítás alatt. Százas taglétszámú rendszere az kicsinek számít, nagynak, közepesnek? Les plus petits seuls a legkisebb helyi cserekereskedelmi rendszer 15-20 embert számlál, akkor működik jól, hogyha legalább 20 tag van.
Ennél kevesebb embernél nincs elég kereslet és kínálat. Leáll az aktivitás. 100 ember fölött problémák lépnek föl, mert nem ismerik egymást eléggé az emberek. Mi a felső határa mondjuk? Emiatt döntöttünk úgy, hogy Lausanne-ban inkább városnegyedenként csinálunk cserekereskedelmi rendszert, nem pedig nagyobbat. Quel est le numéro des quel est le plus grand nombre des participants? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une limite pratique en ce qui concerne le nombre des participants? Non. Vous avez dit qu'il faut pas qu'il y ait trop de monde dans un système comme non, ça. On ne refuse pas. Tehát van egy felső határ, azt mondta, hogy túl sok ember lehet. Nincsen felső határa a résztvevőknek. Ja, bocsánat, jó, csak tolmácsosként elmaradt, és így. De azt én értem, hogy nem utasítanak el senkit létszám fölött, de hogy azt mondta, hogy azért van egy, hogy amikor a bizalom már elkezd csökkenni, tehát hogy gyakorlatban hogy tűnik, hogy mi ez a határ, ameddig ezek a rendszerek növekednek. Hány embert tudnak összefogni? Continuez pas de confiance parce qu'il y a trop de gens. Quelle est la limite de ces gens? Quel est le nombre de limite? Nincsen felső határ, meghatározott felső határ, gyakorlatilag meghatározott. De például megpróbáltuk rávenni arra egy szomszédos település rendszerét, hogy próbálják csökkenteni. Az emberek létszámát, melyik a legnagyobb mert ilyen rendszer, amit sokkal könnyebb kommunikálni, ismerik. Jobban ismerik egymást. Permettez-moi de demander quel est le plus grand système qui existe qu'on connaît dans le monde. Dans ceux que je connais. Fogalmam sincs. Én 150 embert. Arra még hagyd kérdezek vissza, hogy néhány apró kérdés, hogy ebbe csak egyének vehetnek, vagy pedig vállalatok, gazdasági szervezetek, esetleg egyesületek is. Ou aussi des entreprises, des organisations économiques, des associations, est-ce qu'il y a une possibilité comme ça? Minden cserekereskedelmi rendszernek megvannak a saját szabályai. A mi rendszerünkben une famille, mindenki részt vehet, minden nagykorú, une association pour családok, vagy pedig szövetkezetek, egyesületek, amelyeknek a célja olyan, amely összeegyeztethető mi a Svájcban a hozzáállás, a szabályozás, tehát a kormány ezeket elviseli, en vagy esetleg támogatja, concernant la régulation du gouvernement, est-ce que le gouvernement appuie, quelles sont les règles concernant les TVA, est-ce qu'il y avait un changement dans la régulation légale concernant les salles, avec les dettes, les taxes? Nous sommes tolérés. Tolérálnak minket. Mais il faut quand même dire que le sel n'est pas du travail au noir. De azt mindenképpen el kell mondani, hogy ez nem fekete munka. A fekete munkában egymásnak alárendelt emberek vannak. A mi rendszerünkben viszont nincsenek szerződések, de minden szolgáltatás meghatározott. Si je veux un service dans le sel, je peux le faire. Si je veux pas vous le rendre, je peux pas. Tandis que dans le cadre du travail au noir, si vous m'employez, je vais devoir le faire. Une ha forme de contrainte. Van valami szolgáltatást végezni, megteszem, ha nem, akkor nem. Nincsenek kötelezettségek. Határok azért elmosódnak, tehát Magyarországon volt egy olyan szokás, hogy az emberek kalákában építettek házat, ön segítettem neked, te segítettem a házat. A mostani munkajogi előírások szerint ez tilos, mert már fekete munkának minősülhet, hogy adott esetben. Tehát ha csak nem tudom igazolni, hogy aki ott nálam dolgozik, az nekem közeli rokonom, akkor ennek súlyos következményei lehetnek. Tehát a kormányzat szempontjából minden ilyen
aktivitás, gazdasági aktivitás, amit nem kísér pénzmozgás, számlakiállítás, adóbefizetés, az potenciálisan ugye fekete munkának idősül. Egyik oldalon, a serpenyő másik felén, vagy a másik serpenyőben az kerülhetne, hogy ezek a helyi kezdeményezések mégiscsak adott esetben a legrosszabb helyzetűeknek adnak valami gazdasági aktivitási lehetőséget, hiszen tényleg pénz nélkül, likviditás nélkül gazdasági tevékenységet kezdeményezhetnek. Na jól értem, akkor Svájcba is azért a válaszából úgy ítéltem meg, hogy, megtűrik önöket, tehát azért inkább az első megkülönítés dominál, hogy nem örülünk ennek, hanem kormányzati szinten legjobb esetben elfogadjuk. Alors le gouvernement n'aime pas vraiment cette situation, mais accepte ou tolère. Si vous mettez d'un côté qu'il y a un gain social. Van egy kis pénzügyi veszteség az egyik oldalról, de van egy hatalmas nyereség, egy szociális nyereség. Il y a par exemple des étrangers qui ont pu apprendre le français. Melyeket esetlen nem lehet pénzben értékesíteni. Például azok nagyon nagy azoknak a száma, akik a szelleknek köszönhetően a cserekereskedelmi rendszernek köszönhetően tanulják a francia nyelvet. Je pense que un seul trader faut beaucoup plus d'argent en un seul jour que tous les sels de fils dans l'année. Még két gyors kérdés, az egyik az, hogy említette, hogy ez a közösség meglehetősen heterogén. Hát, ha jól értem, akkor itt vannak, úgy is mondta, akik nem tudnak franciául, bevándorlók, szegények. Ez a cell, ez az önök közössége, ez a helyi pénz, ennek a tagjai, mennyire képezik le ezt a heterogenitást? Tehát mennyire vannak benne jelen a különböző társadalmi réteghez tartozóak, vagy pedig ez mennyire egy ilyen középosztálybeli huncutság? Malheureusement, oui. Alors malheureusement, il y a deux couches. La société est très mal représentée. Ce sont les vieilles. Sajnos két réteg nagyon alul reprezentált. Et les étrangers mal intégrés, aux deux extrêmes. Tehát a nagy családosok és a rosszul integrált. De azért némi heterogenitás van a csoporton belül. Oui, heureusement. Mais il y a un peu de hétérogénéité quand même dans és ez nem okoz konfliktusokat? Igen, szerencsére van. Est-ce que cela ne cause pas des conflits? Parce que les gens sont là et discutent ensemble et puis il y a des tout le monde peut proposer des activités dans le cell. Az emberek közösen beszélik meg a témákat, a problémájukat, mindenki felajánl valamiféle szolgáltatást. Un bon moyen de d'amener les discussions même sur des sujets sensibles. Éppen ellenkezőleg én úgy gondolom, az utolsó kérdésem fölfigyeltem arra, amit mondott, hogy olyan 100 tagja van, de viszonylag kevés pénz forog ebben a vagy fizetőeszköz, vagy nem tudom, ebben a rendszerben, és hogy a hasznok inkább társadalmiak, tehát hogy új kapcsolatok jöttek létre. Mennyire, ami persze fontos, sőt, ha jól értem, akkor itt új gazdálkodás is elindult, és új mezőgazdasági tevékenységek is, tehát hogy ennek is lehet gazdasági haszna, de mennyire gondolja ezt általánosnak? Tehát, hogy egy ilyen helyi pénz, annak tényleg mennyire lehet közvetlen gazdasági jelentősége, és mennyire inkább egy eszköze annak, hogy a közösség egymásra találjon, és adott esetben gazdaságilag is új projektek, új kezdeményezések jöjjenek létre. Je pense qu'il faut commencer par la cohésion sociale. Les monnaies alternatives ont deux fonctions, mais il est important de commencer par une certaine cohésion sociale pour pouvoir aller du côté économique. Először is, hogy a társadalmi együttműködést növeljék, hogy utána gazdasági nyereség is születhessen ebből. Köszönöm szépen. Akkor megkérném Leitold Lászlót, a Balatoni Korona elnök vezérigazgatóját, hogy tartsa meg prezentációját egy magyar helyi pénz kezdeményezésről, ha önök elfogadják ezt a helyi pénz minősítést. Président général de Balatoni Corona, il y a une initiative locale dans la région du Balaton. Tisztelettel köszöntök mindenkit, akkor még a technika feláll, ugye a helyi pénz
magyarországi gyakorlati alkalmazásáról szólnék majd néhány szót. Alapvetőleg Magyarországon a helypénz téma nem működhet per Kovács Tamás nevének megemlítése nélkül. Ő volt az, aki Sopronban a helyi kék frankot létrehozta. Ez az első magyar helypénznek nevezhető ugye hát utalvány. Alapvetőleg talán a jogi helyzetet tisztázzuk rögtön az elején. Hivatalosan olyan, hogy helyi pénz nem létezik. A különböző magyar... Tehát a különböző jogi szabályozások egyebek miatt ez egy pénzhelyettesítő utalvány, ez a hivatalos megnevezése. Még csak nem is készpénzhelyettesítő, mert akkor már rögtön más szabályok vonatkoznak rá, tehát hivatalosan pénzhelyettesítő utalvány. Attól még én gyakran azt fogom mondani, hogy helyi pénz, mert a közkeletű nevében ez gyakorlatilag így is működik, de azért mondtam, hogy tisztázzuk, hogy ez valójában egy utalvány. Alapvetőleg akkor még egy mondat a per Kovács Tamásról, ők egy szövetkezeti formába álltak össze Sopronban, így hozták létre az ottani kék frankot. Erről viszonylag jó ismeretekkel bírok én is, mert magam is tagja vagyok ennek a szövetkezetnek. Alapvetőleg durván egy évvel ezelőtt alakult egy előkészítő csapat, vagy merült fel az igénye annak, hogy Veszprémben, első körben azt, hogy Veszprémben, utána azt, hogy Veszprém környékén hozzunk létre egy helyi pénzt. Erre megalakult egy munkacsapat, a tevékenységét én szerintem viszonylag gyorsan végezte ez a társaság, mert egy év alatt eljutottunk a gondolattól odáig, hogy forgalomba tudtuk bocsátani a helyi pénzeket. Amiben mi teljesen más utat választottunk, mint a soproniak, az, hogy mi nem egy szövetkezetben gondolkodtunk, és ezért nem egy szövetkezetet hoztunk létre, hanem egy zárt körű részvénytársaságot, aminek néhány gyakorlati érve, indoka volt. Többek között az, hogy egy szövetkezethez is folyamatos a csatlakozás, és valamikor meg kell alakulni, bizonyos jogi lépéseket valamikor meg kell tenni. Ezért döntöttünk mi amellett, hogy ez zárt körül lesz. Azzal a hozzávetőleges megjegyzéssel, hogy évente egyszer ezt a zárt körűséget feloldjuk, most is van már két jelentkezőnk, mert ugye folyamatosan cégbíróságra se óhajtunk rohangálni a csatlakozókat átvezetni. Tehát évente egyszer megnézzük, hogy ki az, aki tagként, tulajdonosként be akar lépni, akkor megtesszük ezt törzstőkemeléssel, és utána egy évig továbbra is zárt körül lesz a csapat. Alapvetőleg nem kis alaptőkével, 41 millió forintos alaptőkével került megalapításra a részvénytársaság. Ami lényeges, hogy ez Veszprém megyének a keleti részét foglalja, nagyjából dél és délkeleti részét tartalmazza magába. 7 önkormányzat, a 11 tulajdonos meghatározó tulajdonosa, ezek közül a városokat ismertetve Veszprém, Várpalota, Balatonfüred és Balatonalmádi, emellett ugye 3 község. Amit nagyon lényegesnek ítéltünk meg, és ezért csatlakoztak hozzánk, ez a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ugye nagyon sok vállalkozót lehet elérni rajtuk keresztül. A Kinizsi Bank, ugye mindenképpen kell egy pénzügyi szolgáltató is, illetve effektíve nem kell, de nagyon hasznos. Valamint 2 másik magáncég adja a 11 alapító tagot. Durván, ami a dologban viszont nehéz volt, az, hogy 7 önkormányzat, aki látott már önkormányzatot közelről, azt tudja, hogy 7 önkormányzatnak a pénzügyi bizottságán, a gazdasági bizottságán, meg a testületén szóró-szóra ugyanazokat az előterjesztéseket végigvinni, ez nem egy kis mutatvány, mert mindenhol vannak okos és hozzáértő emberek, akiknek néhány jó ötletük van, amivel szeretnék módosítani az előterjesztéseket, csak akkor még soha nem érünk a végére. De ezt a kérdéskört is sikerült megoldani. Alapvetőleg én úgy gondolom, hogy arra törekedtünk, hogy minőségit, terméket állítsunk el, ezt majd később látjuk is. Épp ezért a tervezésre Vagyóczky Károly urat kértem fel, aki lehet, hogy így névnek keveseknek ismerős, de ha mindenki belenyúl a pénztárcájába, akkor rögtön ismerős lesz, mert ő az, aki az összes Magyarországon jelenleg forgalomba levő papírpénzt tervezte. Hosszú ideig
27 évig volt a pénzenyomda művészeti vezetője, tehát mi úgy gondoltunk, hogyha valaki ért a pénzhez, akkor ő az, és ebben nem is csalódtunk. Nyomdai munkák, biztonsági dolgok, egyebek, ezekről majd később szólok. Eredményeként jutottunk el oda, hogy március 22-én Navracsis Tibor, Magyarország miniszterelnök helyettese helyezte ünnepélyesen forgalomba a balatoni koronát, a veszprémi korábban régen, meg lehet, hogy már ma is vármegyeházán. És itt azért egy kis magyar vonatkozást meg kell csendesen említenem. A viszonyulás, hatalom, tűr, támogatott, vagy épp, hogy melyik kategóriában vagyunk. 22-én történt meg az ünnepélyes forgalomba helyezés, 29-én már szávvizsgálat folyt a céggel kapcsolatban. Igen. Úgyhogy mondjam, azt nem csalatkoztunk. Nem tudom, Nemzeti Bankos van-e a teremben, vagy nincs. Lényeg az, hogy a Nemzeti Bank részéről nagyon-nagyon erős elutasítás tapasztalható. Féltik a forint monopóliumát, ami nagyon kedves és aranyos, sőt mondhatnám számunkra hizelgő, de ez épp olyan, mint amikor a bolha féltékeny az elefántra, tehát ez soha az életben nem lesz azonosan említhető kategória, nemhogy használatban nem lesz azonos mértékű. Na mindegy, ezen is túljutottunk, nem találtak fogást rajtunk, de a dolog megtörtént. Ami a lényeges, ugye mik voltak a kitűzött céljaink? Ahogy említettem azt, hogy rövid határidőre, egy év azért úgy gondolom, hogy jó, nem túl drágán, ugye saját magunk finanszíroztuk, esztétikusat, erre is kitértem rá, és valami minőségi terméket állítsunk elő. Én úgy gondolom, hogy ezeket a célokat viszonylag sikerült teljesítenünk. Ugye ami nagyon-nagyon lényeges, hogy több különböző fajta feltételnek kell teljesülnie, de igazándiból, ami a legfontosabb, az az, hogy mi úgy ítéltük meg, hogy egy helyi pénz csak akkor lehet sikeres, hogyha kellő számú kibocsátó, értsd alatt a forgalomba hozó hely, és kellő számú elfogadó hely áll rendelkezésünkre, mert bármelyikből kevés van, vagy nincs, vagy nem arányosan vannak, akkor megborul rögtön ez az egyensúly. Tehát hiába van mondjuk 500 elfogadó volt, hogyha nincs egyetlen cég vagy önkormányzat sem, hogy a dolgozóinak balatoni koronát juttat, akkor viszonylag kis mennyiségű fog forgalomba kerülni, és már is nem fog működni a rendszer. Hát épp ezért próbálunk folyamatosan építkezni, és itt térnék vissza a biztonság kérdésére, amit kérdeztél is. Alapvetően a biztonságot két oldalról közelítettük meg, és nyilván az a célja minden egyes pénzkibocsátónak, vagy utalványkibocsátónak, az az, hogy biztonságos legyen az utalványa. Ezt két módon igyekeztünk biztosítani. Az egyik az, hogy minden egyes utalványnak, amit mi forgalomba hozunk, meg nyilván gyártani, bizonyos költségek optimalizálása folytán jóval nagyobb mennyiséget gyártottunk le, ami most bankszéfben pihen, mint amit folyamatban helyezünk, mert forgalomban mindig annyit helyezünk, amit a növekvő forgalom igényel mennyiségének. De minden egyes forgalomba helyezett utalványnak forintban biztosítjuk a fedezetét, ez bankban elhelyezésre kerül, tehát ez adja azt és azt a biztonságot minden egyes használónak, hogyha ő akármikor ilyen pénzhez jut, és ezt úgy dönt, hogy nem felhasználja a saját vásárlása céljából, hanem visszavonhatja váltani, akkor ezt megteheti, mert jelesül most a Kinizsi Bank fiókjaiba bemegy, vagy ugye nyilván hozzánk is, mint Balatoni Korona ZRT eljön, akkor a pénztárban mi ezt visszaváltjuk neki, és azonnal pénzhez jut. A másik a biztonsági elemei az utalványnak, de ezekről majd később szólnék. Ha visszafelé talán próbálunk így lépni, ha sikerül. Nem sikerül. Jó, akkor csak elmondom, mi volt az előző szlájdon. Próbáljuk azzal? Próbáljuk, nagyszerű. Tehát alapvetőleg ugye az öntudaton túl Magyarországon még ahhoz, hogy valami népszerű legyen és elterjedjen, még egy dolog kell, pedig az, hogy valamilyen szempontból hasznos legyen annak, aki használja, akár aki kibocsátja, akár aki elfogadja. Ezért próbáltunk egy olyan rendszert alkotni, hogy mindenki úgy érezze, hogy valamilyen szempontból ez jó neki. Ugye a használónak a leginkább megnevesíthető haszna az egészen az, hogy mi úgy kötünk elfogadó helyi szerződéseket minden egyes partnerrel, hogy annak, aki balatoni koronával fizet,
hogy olyan 2-10% közötti mértékű kedvezményt kell adnia. Alapvetőleg mi nem mondjuk meg, hogy mennyi legyen, ezt ő szabadon választhatja, és nagyjából egy jó arány be is áll, hogy nyilván az élelmiszerboltok inkább a kisebb százalék mellé adják a kedvezményüket, éttermek, panziók, szállodák pedig nyilván kibírják, mert olyan a haszonkulcsukat 10%-ot is. De mondjuk mi ebbe nem szólunk bele, hogy ki mit választ, itt például van olyan partnerünk is, vagy egy hirdetési partnercég, aki 25% kedvezményt ad. Úgy gondolom, hogy a mai világban már akár egy alapvető élelmiszernél a 2% is számít, mert ugye sokszor is kicsit vásárolunk, de az 5-10% akár már egy étteremben egy olyan kedvezmény, amiért érdemes már kicsit figyelni arra, hogy a pénztárcában legyen balatoni korona és ne csak forint. Ugye miért jó ez, aki elfogadja annak? Alapvetőleg ugye itt a helyi pénz különböző funkciói jönnek be, mégpedig az, hogy egy ilyen szintén válságos és készpénz szűke világban egy kicsit a bevételeit tudja növelni a pénzforgási sebességének növelése által. És ami nagyon lényeges, és talán itt mondanám el azt, hogy ez a helyi utalvány két dologban különbözik minden egyes eddigi utalványtól. Tehát mondhatom, hogy ebben úttörők vagyunk, mégpedig az, hogy itt ebben az utalványban vissza kell adni. Ugye mindenki emlékszik, az étkezés utalványt szoktam mondani, hogyha mit tudom, egy 1000 forintost valaki letett, és 890-et fizetett, hát abból soha nem kapott vissza, de könyvutalványból ugyanígy. Ennél az utalványból vissza kell adni, tehát ez is ugye egy pénz irányába elmenő folyamat. És a másik szintén ilyen különlegessége, hogy nem egyszer használatos, mert az eddigi étkezési vagy akármilyen utalványokat, hogy egyszer felhasználtuk, ott szépen kiugasztották, elszámolták vele és eldobták. Ez többször felhasználható, a miénket úgy terveztük meg, hogy 5 évig használható, tehát 2016. december 31-ig érvényes. Nyilván ennek is van egy logikai magyarázata, egyrészt 5 év egy viszonylag hosszú táv, hogy már tapasztalatokat lehessen leszűrni, meg számvitelileg, amikor az érvényét vesztette, akkor lehet, hogy úgy mondjam, nyereségként elkönyvelni a kibocsátó ZRT-nek azokat a pénzeket, amit a külföldiek hazavittek, eltettek emlékbe, magyarok jobbra-balra bekereteztek, tehát amit soha nem került beváltásra, és ez egy utalványrendszerben mindig viszonylag jelentős tétel. Ha ugye a visszaadással kapcsolatban szoktam mondani, hogy a címleteink megegyeznek a magyar forintéval, tehát a papír résszel, 500-tól mennek 20 000-ig, ez 6 különböző címlet. Apró pénzünk nincs, ez nagyon drágítaná az előállítási költség, ugye a fémpénzeknek viszonylag drága ez a Nemzeti Bank is bánja. Ilyenkor, hogyha kicsit gonoszkodni akartam, akkor szoktam mondani, hogy a balatoni korona váltópénz a forint, és ugye akkor abból lehet visszaadni. Alapvetőleg a címleteink elkészítésénél törekedtünk arra, hogy valamilyen szempontból azért a papírpénzekre hajazzunk egy keveset. Alapvetőleg minden címleten van, ezt mondjuk a 10 000-es bögtemít ki, az alapvető jegyek, amiből felépül, nem mutatom be mindet, hogy hogy épül föl, csak majd a végén. Alapvetően nyilván van egy portré, tehát akit ábrázol, ez jelesül itt Gizella királyné, Szent István felesége, ugye tudható, hogy Veszprém a királynék városa, innen ez viszonylag gyorsan adódott. Egy előoldal, ugye ott a híres ember, hátoldalon valamilyen a városhoz kötődő, vagy városi kép, vagy egy nevesebb épület. Ami lényeges, és ez majd a biztonsági elemeknél külön is megmutatom, van egy csak UV-fényben látható, és az adott címletre jellemző minta, itt jelesül a korona. És amit újdonságként találtunk ki, ez kicsit a hologramot váltotta ki, mert csendesen jegyzem meg épp ezért, mert közel vagyok a svájciakhoz, olyan 40 centire, hogy hologramot az csak Svájcban gyártanak, és őrült drágán adják svájci frankért, úgyhogy abban maradtunk, hogy ezt mi talán nem vállaljuk be. Hát annó. De pénzügyi felhasználásra valót csak ők gyártanak, és ezért találtuk ki azt, hogy minden egyes híres ember korából választottunk egy fémpénzt. Ugye ez konkrétan a 10 000-esen, ez Szent István dénárja, ezüst dénárja. És ezt, hogy úgy mondjam, zenésítettük meg magán a címleteken.
méghozzá fémfóliával, ez a pénz jellegétől függően ezüst vagy aranyfólia, és dombornyomással. Tehát ugye fénymásolattal a fémfóliák nem igazán jönnek át szépen, dombornyomást meg még szintén nem tudja a fénymásoló, úgyhogy ezért választottuk ezt a biztonsági elemet. Na így épül föl minden pénz, melynek összegezésével szeretném bemutatni, ha valaki még esetleg nem látta a konkrét címleteket. Hát így néz ki maga egy 10 000-es előről hátulról. Én úgy gondolom, hogy teljesen igaza volt a Veszprémi polgármesternek, Porga Gyulának, aki azt mondta, hogy lehet, hogy nem a miénk az első, de miénk a legszebb. Úgyhogy hát ezt mondjuk kifejezetten igaz próbáltuk tényleg megteremteni. És hát ebbe is gyakorlatilag, és itt jön ugye a biztonságban, utaltam, hogy majd később beszélek róla, második köre, gyakorlatilag megvannak benne ugyanazok a biztonság elemek, mint a papírpénzben, hogy nem jelenti azt, hogy nem lehet hamisítani, mert mindent lehet hamisítani, csak elég nehéz. Tehát ugye maximum egy kibocsátónak erre kell törekedni, hogy megnehezítse a hamisítók dolgát. Na, ezen elemek alapján a 6 darab pénz, ugye adódik az egyes címletek, a résztvevő települések választhattak, hogy kikerüljön rá. Az 500-ast Balatonfüred választotta Jókai Mór, az 1000-es szintén Veszprém címlete volt, mint vezetője ezt Horváth Balázs, a 2000-es Várpalotáé Túri György várkapitány, az 5000-es Balatonalmádi Óvári Ferenc parlamenti képviselő volt ő is, a 10000-es ugye Gizella királyné, ahogy mondtam, a 20000-es pedig, ha már balatoni korona, akkor Első András megkerülhetetlen volt, mint Tihany alapítója, és ő került rá a 20000-esre. Hátoldalon szintén az említett településeknek vannak jellemző épületei, egyebek, az 500-ason Balatonfüred szívkórház előtt a Kossuth forrás, 1000-esen a viszonylag új veszprémi 56-os emlékmű Melokomikus alkotása a Turivár várpalotán, Árpád-kori előttemplom az 5000-esen Almádi, ugye Veszprém hátképét láttuk már, és a Tihanyi apátság is elég szimbolikus épület. No, hát így néznek ki a pénzeink, és ugye a biztonsággal ígértem, hogy többet szólok, itt vannak még az elemek is. Az egyes pénz, tehát érmék, amik rákerültek az egyes címletekre, itt külön-külön felsorolva, úgy választottuk meg, hogy 3 aranypénz, 3 ezüstpénz, ezért ezüst-aranyfólia különböző, mert ugye az is kedvelt módszer a hamisítóknak, ezt ugye főleg a dollárnál játszották, hogy 1 dollárosból eltávolították a 1 dollárra utaló nyomatokat, és mondjuk rányomtak 100-at. Ezért vigyáztunk arra, hogy nálunk általában kis színletek vannak aranyból, a nagy színletek ezüstből, tehát mondjuk még ezt is kevésbé lehessen végrehajtani. Ugye a megfelelő védelmet szolgálja ez az alábbi dolog. Mindegyik utalvány vizéles papíron van. A festék színeknél, én korábban egy laikus, ezt nem tudtam, hogy ezzel is lehet játszani, mondjuk azt tudtam, és valószínű más is, hogy ugye a fénymásoló az 4 darab alapszínből keveri ki azt a éppen szint, amit fény kell másolnia. Na most ezek a festékek olyanok, amik a 4 alapszínből nem keverhetők. Úgyhogy fénymásoló egy az egyben nem tudja ezt a szint reprodukálni. A megfelelő nyomási technológiát használtunk, ezek a fémfóliák is, meg hát eleve olyan dizájnt rajzolatot, ami nagyon-nagyon minimális, pici kis vonalakkal található. Most erről például itt középen látszik, a korona van bekarikázva rajt, abban a felső csíkban fut egy 0,2 mm magas, vagy alacsony, nem is tudom, felirat, ami mindenhol az adott címlet, tehát jelesül, ez ismétlődik benne, hogy 5000 korona, 5000 korona. Ez 0,2 mm-es nagyságú, és azt kell tudni róla szintén még, hogy a forgalomlevő fénymásolók ezt a nagyságrendet nem tudják reprodukálni, tehát elmosódik és összeolvad az egész. Úgyhogy ez is egy-egy biztonsági elem. Itt nagyon sok minden fel van sorolva, ezzel én nem mondhatnék a közönséget, de... Esetleg, ha még a működésről, a használatról. Mindjárt ez a kész lesz, és gyakorlatilag itt is még ilyen biztonsági elemek vannak, fémfóliák, egyebek, ami jelentős lehet.
és talán itt is, mert mindig a részletekben van, az ember azt hiszi, hogy ezek az ismétlődő kis minták benne, ezek azonosak, de ezek nem azonosak. Tehát ezek olyan számítógépes tervezéssel vannak, hogy egy-egy vonal vagy egy-egy szint folyamatosan különbözik. Tehát ha valaki egy oszlopot reprodukál, és azt ötször egymás mellé teszi, akkor teljesen más kap, mint ami a pénzem van. Úgyhogy ami nagyon, és ezt szerettem volna, és ezért álltam meg, hogy idáig eljussak, és ezzel majd be is fejezem, hogy a viziel mellett még arra törekedtünk, hogy legyen minden egyes pénzen 4 darab olyan UV-jel, ami csak UV-fény alatt látható. Ami a különlegesség, ugye, hogy van bal oldalt egy látható sorszám, alul pedig van egy láthatatlan, csak UV-ben látható sorszámozás. Azt nem mondanom sem kell, hogy a két sorszámnak célszerű, hogyha megegyezik a pénzem. Akkor mindenhol van egy grafikai tervezés, valami jel, ami itt most az 5000-esen van, ez lehet vonal, hosszúság, különböző minta. Egy az adott pénzhez illeszkedő ábra, ez Balaton-Almádi szőlő, tehát ezért van a szőlő, ahogy emlékeznek, Gizellánva korona volt, 20000-esen egy apát jelképe, Turin egy pajzs karddal, tehát ez mindenkinél változó, és maga a címre, tehát 5000-10000 egyéb megjelölés látszik. És de ezt szabad szemmel is nehéz látni, és ezért gondoltam, hogy ezt még megmutatom. Gyakorlatilag ennyi lett volna. Maga a forgalmazás egyébek. A jövő héten jutunk el oda, a jövő héten szerdán, hogy aláírjuk a 100. elfogadó helyjel a szerződésünket. Ez olyan bő 2 hónap alatt nem egy rossz arány. És itt mindig mi belefutottunk a tyúk és a tojás problémájába. Alapvetőleg sokan mondják, akik kevésbé elkötelezettek a helyi pénzek iránt, hogy addig nem akarok szerződő fél lenni, amíg nincs elég balatoni korona forgalomban. A cégek azt mondják, hogy addig nem akarok kibocsátó lenni, amíg nincs elég elfogadó hely. Tehát ez egy viszonylag nehéz kérdéskör, alapvetőleg haladunk ebben, tehát most én úgy gondolom, hogy egy 100 elfogadó hely, amiben állatkerttől kezdve optikusig, virágboltig, élelmiszer áruházig, nagyon-nagyon sok múzeumig, nagyon-nagyon sok mindenki van, magántermelőig, éttermekig, szállásokig, sok minden megtalálható, hogy ez már ad egy olyan lefedettséget, hogy nyugodtan meg lehet keresni a munkáltatókat. Alapvetőleg mi 3 irányba gondoljuk azt, és ezt nagyjából egy 2 éves időtávot adunk arra, hogy ez fölfusson, ahol nagy mértékben lehet használni. Az első a helyi boltok, helyi termelők, ugye ez az alapvető cél. A másik, ki szeretnénk használni mindenképpen azt, hogy a fekvésünk az a Balatonhoz kötődik. És itt az idegenforgalmat szeretnénk, és kőkeményen most én folyamatosan minden héten Almádi, Füred, Veszprém, idegenforgalmi irodák egyébeknél tárgyalok, és együttműködünk mindenhol. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ugye a külföldi, hogyha ide jön és találkozik azzal, hogy van egy ilyen lehetőség, és ő mondjuk minden nap egyszer legalább étterembe eszik, és ha azt tudja, hogy bizonyos éttermekben 10% kedvezményt kap, akkor viszonylag keveset kell kapacitálni ahhoz, hogy úgy döntsön, hogy az eurójának egy részét balatoni koronába fogja váltani. Tehát ugye ezzel is tudunk egy kis plusz keresletet összehozni. És ezt nyilván nem szabad, én úgy gondolom, hogy kihagyni. A másik az önkormányzati részben segélyek, részben jutalmak, egyebek, mert ugye az nagy bánatunk, neki szaladtunk tavaly még évvégén, de akkor nem voltunk kész, hogy a kafetéria elemek közé becsempésztük a helyi pénzt. De hát igazándiból mondjuk jó támogatóink voltak, de a tavalyi évvége nem igaz, arról szólt, hogy a kafetéria elemeket bűvítsék, sokkal inkább erőteljesen ugye lehúzták őket, de idén évvégén újra neki szaladunk, hát ha most sikerül. Úgyhogy ez pedig a másik vonal a dolognak. És a mostani helyzet szerint ez inkább az egyéni vásárlók használatában működik, vagy a cégek között is gondolják, hogy ez működhetne, vagy működik ez már? Alapvetőleg első körben az egyéni vásárlók, tehát mi arra törekszünk, hogy az önkormányzatok is és cégek is dolgozóiknak adják ezt valamilyen szempontból, mert most jelenleg még csak az öntudatos egyéni vásárlók jönnek be, váltanak és utána költenek ezzel.
A nagyobb tömegű forgalomba kerülést azt mindenképpen céges önkormányzati oldalról tudjuk váltani, és itt a másodlagos forgalomba kapacitáljuk a vállalkozásokat, hogy amikor megkapja, akkor ne rohanjon visszaváltani, hanem akkor beszállítójának ő is fizessen ezzel. Erre is van már példa, mert van olyan éttermünk, aki például borbeszállítójának fizet ezzel, ugye Balaton felvidéken ez megesik, és többen is, ha itt körbenézik, keresik, akkor fognak találni őt, ahol ő ezt el tudja használni, és neki ez az érdeke. Ez a forintra válthatóság, ez két kérdést vetett föl bennem. Az egyik az, hogy igen, nem szaladnak-e rögtön visszaváltani. Felteszem, hogy persze minél több elfogadó hely lesz, és minél jobban működik a dolog, ez annál kevésbé, de hogy most ezt hogy látják. A másik pedig, hogy ez nem... Hogy mondjuk, a helyi pénznek az egyik előnyeként pont azt szokták emlegetni, ami már itt is nagyjából elhangzott, hogy igazi pénz nélkül hoz létre egy fizetőeszközt, és ezáltal gerjeszt gazdasági aktivitást. Hogyha ennek van egy ilyen pénzfedezete, akkor ez nem csökkenti ezt a hatását? Alapvetőleg akkor az első kérdést nem rohannak visszaváltani. Eddig már több millió forint értékű balatoni koronát eladtunk, és összesen 20 ezeret váltottak vissza. Tehát nem jellemző azt, hogy vissza akarnak váltani. Ezt azzal is segítjük, és ugye ebbe lehet kicsit tudatosan játszani, hogy a visszaváltásnál 2%-os áfajutalékot kérünk, amikor felhasználja, akkor meg ugye nem kell semmit fizetni, névértékben fel tudja használni, sőt, ha olyan helyen használja, ahol kedvezményt is kap, akkor ugye elvileg névérték fölött is fel tudná használni. Tehát mi ezzel szeretnénk eltolni a felhasználást oda, hogy ne visszaváltsa, hanem tényleg használja. Itt jön a másik kérdés, hogy tud plusz jövedelmet generálni. Ezt is különböző kutatások kimutatták, hogy a helyi pénznek a forgási sebessége jóval nagyobb, mint az illető nemzeti valutái. Ennek két oka van. Az egyik az az, hogy ugye a bankba nem lehet behelyezni, nem lehet tartalékot képezni, nem lehet kamatoztatni. Innentől kezdve senkinek nem célja, hogy felhalmozza, hanem az a célja, hogy elköltse. És a másik meg ugye 5 kedvezménnyel tudja elkölteni forinttal szemben, tehát hogyha van forintja, van balatoni koronája, akkor sokkal jobban jár, hogyha azonnal és a koronát költi. Köszönöm, és az utolsó kérdés itt is azért muszáj megkérdeznem, az ilyen számla, adó és stb. Tehát hogy ez minek minősül, ez mint egy étkezési utalvány, ez úgy működik? És, tehát épp úgy kell itt is számlát kiállítani? Persze, tehát gyakorlatilag hál' Istennek ilyen szempontból adógondjaink nincsenek, mert ezt már a korábbi törvényi szabályozás számviteli törvényében rendbe tették. Ez egy normál utalvány, ügynök kiállítja a fizetésről a számlát, annyi, hogy ugye készpénzfizetésnek minősül, utalványként beveszi a kasszába, tehát ez teljesen szabályozott, úgyhogy nagyon sokat feketézni ezzel sem lehet. Jó, akkor köszönöm szépen Lejtód Lászlónak is az előadást. És... Hát még egy negyed óránk van, úgyhogy további kérdések. Igen, Tamás. Összegyűjtünk egy pár kérdést, és akkor majd utána rövid kommenteket és kérdéseket. Bocsánat, én alapvetően nem kérdezni akarnék, inkább komment. Egy fogalmi tisztázást szeretnék. Itt több dologról volt szó. Egyrészt volt szó a SZER-ről, ami a francia rövidítés, amit magyarul cserekörnek folytottak. Elfogadott még a Szívességbank és a Kaláka kör elnevezés is, és nagyon lényegesnek tartom kihangsúlyozni, hogy ez nem helyi pénz, nem tekinthető helyi pénznek, miután ez egy zárt közösségen belül működik, egy klubszerű módon. A pénz ott kezdődik, amikor ez bárki szabadon el tudja fogadni, tehát amikor meg, mondjuk kinyomtatásra kerül, vagy lehet, hogy ezt elektronikusan is meg lehet oldani, de ez már egy másodlagos kérdés. És ebből a klubszerű működésből következik az is, amit az úr mondott, hogy kisebb a gazdasági hatása, és nagyobb a közösségépítő hatása. Egyszerűen a szerkezetéből következik, hogy ennek így kell lennie, és ez nagyon jól van így. Például egy helyi pénz bevezetés előtt egy ilyen szívességbank, az adhat egy ilyen előszobát, egy ilyen tanulókört, ahol megtanulunk olyan dolgokat, amiket egy kicsit elfelejtettünk az évek alatt. És a helyi pénzekkel kapcsolatban megint egy ilyen fogalmi tisztázás, hogy én azt mondanám, hogy van vállalkozói helyi pénz, és én a balatoni koronát is ide sorolom, meg lehetne csinálni közösségi pénzt is, amit egy közösség tud kontrollálni. Ez sajnos inkább a jövő, vagy a lehetőség, hogyha a közösségek úgy meg tudnak erősödni, a helyi közösségek, hogy eljutnak erre a szintre, hogy pénzkibocsátásban is tudnak gondolkozni. És megint a jövő, hogy az lenne a szép, hogyha egy helyi pénz az árfolyamát változtatni tudná, tehát elszakadhatna a forintot. Most a jogi szabályozás ugye ezt nem teszi lehetővé,
mert hogy a két pénznek az értéke az nem törvényszerűen mozog együtt, és nagyon sok gazdasági hatást úgy lehetne igazán kihasználni, hogyha ha valami stabilabb dologhoz kötnénk a helyi pénz értékét, például egy helyi fűtőmű teljesítményéhez, vagy más dologhoz. Ezek lényeges dolgok lennének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nekem kettő kérdésem lenne. Az egyik, hogy szó volt arról, hogy 5 év alatt lejárnak ezek a bankjegyek. Ez már tekinthető negatív kamatnak? Tehát a helyi pénzek kialakulásakor a Szilvió Kezel közgazdász ugye a saját rendszerét negatív kamattal indította el, és ez érdekelne. Illetve a másik az, hogy későbbiekben számlapénzként jelen lehet-e ez a balatoni korona, és hitelfelvételre alkalmas lehet-e, tehát például a vállalkozások ebben tudnának hitelt fölvenni. Köszönöm. Nekem Búdis Krisztián úrhoz lenne kérdésem. Nevezetesen bizalmi index módszert van. Hát, szóval a hitelminősítés és a bizalmi index, tudom, hogy két külön kategória, de azért valami módszere kell, hogy legyen, hogy milyen alapon határozom meg azt a értéket, ameddig tulajdonképpen befogadható ez az egész tranzakció, barterüzlet. Barterüzletre én csak azt tudom mondani, hogy a világon mindenütt létezik, tehát ez nem újdonság, de hogy meddig tartom én azt alkalmasnak, hogy a barterüzletben részt vegyen egy ilyen széleskörű közösség, ennek a módszertana azért azt, hogy egy misét megérdemelne, hogy ez hogy történik. A másik ilyen ehhez kapcsolódó kérdés, hogy alapvetően gerjesztett körbetartozás. Tudom, hogy már a szó is magába irritáló, hiszen a körbetartozás. De hadd kérdezzem meg, most éppen ennek kapcsán. A körbetartozás csak azért probléma, mert valamikor valaki nem teljesít, és innentől kezdve körve bukás következik be. Ez a rendszer hogy tudja ezt kivédeni, hogy alapvetően egy, mert arról volt szó, hogy van két oldalú, de van körbe tartozásos rendszer is. Ez hogy tudja kiszűrni azt a lehetőséget, ami tulajdonképpen Magyarországon sajnos napi gyakorlat, hogy egymás döntik be a vállalkozások, azzal, hogyha az egyik nem fizet, onnantól kezdve a teljes lánc bukik. Tehát valahol ezek a kérdések azért a működőképességet vastagon, hogy mondjam, izgatják. Köszönöm. Köszönöm, az egyik kérdés az elhangzott. A másik kérdésem az, hogy ezekben a barter és egyéb ilyen dolgok létrehozásában azért emberek munkát fektetnek, szoftvert kell üzemeltetni, stb. Tehát ez honnan veszik ezt a tőkét, vagy honnan tudják ezt elkezdeni? Köszönöm. Nekem két kérdésem maradt. Az egyik a Bódis úrhoz, hogy amikor mondta, hogy 100 egységnyi áru cserél gazdát, abból 50-et mondjuk pénzzel rendeznek, a másik 50 pedig ebben a barterben valahogy kiegészül. Miről szól a számla? 50-ről vagy 100-ról? Ez az egyik kérdésem. A másik viszont a balatoni koronához szól, hogyha ez egy olyan pénz, aminek tehát forint fedezete van, tehát nem pénzteremtésről van szó, nem hitelfelvétel, stb., akkor én ezt egy baromi drága módszernek tartom, hiszen le kell gyártani a pénzt olyan minőségben, ahogy láttuk. Kontrollálni kell, bankolni kell, stb. Miért nem oldható meg ez egy helyi kártyával, amit sok önkormányzat kibocsátott már? 2%, 10%, 25% kedvezményt adnak a helyi kereskedők, ugyanaz a nyeresség megvan. Miért kell egy ilyen baromi drága módszert üzemeltetni erre? Akkor kezdeném én a sort. Volt azt hiszem 3 vagy 4 kérdés, ami hozzám szólt. Ezt a minősítést, amit elvégzünk, mivel vállalkozókkal dolgozunk, viszonylag könnyen meg tudjuk tenni egyrészt különböző adatbázisok által, hogy körülbelül milyen a múltja egy-egy vállalkozásnak, illetve a könyvekben milyen kimutatható, nevezzük úgy vagyont, vagy akár fedezetet lehet találni, ami által ezt a bizalmat meg tudjuk szavazni nem teljesítés esetén. Ezeket a minősített, úgymond áruvásárlási kereteket, ezeket általában véges időkre tesszük, 1 évre, és 1 éven belül, hogyha ezt valaki
felhasználja, elhasználja, akkor neki egy éven belül teljesítenie kell ezt saját szolgáltatásával vagy termékével. Tehát gyakorlatilag így mozdul ez. Nem tudom, mennyire tudtam ezzel választ adni. Körbetartozás, igen. Mit és ha nem? Akkor, mivel ez szerződéses formában történik, akkor egy gyakorlatilag polgárperes eljárással nevezzük úgy, hogy végrehajtjuk ezt a kintlévőséget. Tehát ez a módja. A körbetartozásnál nem sejtettem, hogy nem lesz túl egyszerű ezt átadni, mert tudom, hogy nagyon negatív a megítélése, de hogy ez a bemutatómban is volt, szervezett körbetartozásról beszélünk. Itt minden esetben van fizetési szándék. Tehát ez egy, bocsánat, nem fizetési, teljesítési szándék. Tehát emiatt ez a fajta ma jelenleg úgymond megfigyelhető jelenség, tehát hogy egymás döntik be, ez itt nem tud előfordulni. Mert az, aki megkapja ezt a... úgy kell egy kicsit elképzelni, mint vannak nagy üzletek ma, bevásárlóközpontoktól kezdve tényleg nagy cégekig, akik eleve mondjuk 90 napra fizetnek. Az a beszállító megbízik benne, tehát gyakorlatilag elfogadja, hogy ilyen feltétellel fog ténylegesen ő úgymond pénzhez jutni. De ha közben ezt a 90 napos fizetési ígéretet, ami nálunk ugye egy éves, és teljesítési ígéret, ő ezt másnál el tudja költeni, akkor ez neki jó, hiszen nem jött létre ténylegesen, nem kellett neki megvárni a pénzt, és nem kellett neki ezáltal a saját pénzét addig belefinanszírozni, hogy meg tudja várni. Tehát így ki tudjuk hagyni azt a fajta pénzt, ami ezt leközvetítené a cserét. Tehát ennyiben másabb gyakorlatilag ez a fajta körbetartozás, mint amit meg lehet ma a vállalkozók között figyelni, hogy ez hogyan működik. Jó, nem tudom, sikerült-e megadni a választ. És akkor volt egy harmadik, most hirtelen nem, igen, az... A számla, igen, a számla a 100%-os teljes értékről szól, tehát 100.000 forint esetén 100.000 forintos, mondjuk akkor bruttó számláról beszéljünk, tehát áfás számláról, melyet mondjuk felesben, de ez, hogy mondjam, alku kérdés, hogy mindig hány százalékban történik teljesen pénzfizetéssel, tehát kifizetéssel, a másik fele, az pedig ezzel a típusú úgymond teljesítéssel. Az áfát azt a forintból, igen, az áfát a 100.000 forint után kell befizetnie, semmiféle adókedvezmény, tehát ilyen nincsen a rendszerben, nem lehet ezzel optimalizálni. Nyilvánvaló, hogy ezt az egyéb forintos bevételből kell, illetve a forintos részéből kell finanszírozni. Ugyanúgy, ahogy ha étkezési utalványt kapunk, úgymond fizetés mellé, azzal se tudunk villanyszámlát fizetni, ugye azt is gyakorlatilag csak az elfogadó helyen tudjuk költeni. Jó, tehát ennyiben másabb. Ja, természetesen vannak nálunk is költségek, hiszen szolgáltatást végzünk. Nálunk vannak éves, mondjuk úgy, hogy ilyen regisztrációs, illetve éves fenntartási díjak. Ez már éves, vállalkozókról beszélünk, ugye éves 19.000 forint plusz áfától elérhetőek, és vannak még olyan, ez az alapszolgáltatása, és vannak olyan kiegészítő szolgáltatások, amivel még van, amit hozzá lehet kérni. És vannak mondjuk úgy, hogy ilyen forgalmi díjak, amit az ilyen típusú forgalom után mind tartozás keletkezésekor, mind követelés keletkezésekor 1-1 százalék plusz száfát kérünk el. Illetve van egy harmadik típus, amikor mi magunk elkezdünk megbízás alapján partnereket felkutatni, és ennek vannak még egyéb költségei, ezek teljesen egyénileg kialkudottak. Ezt nevezhetjük marketing költségnek is, nevezhetjük kommunikációs költségnek is. A modern vállalkozásban ezek már be vannak építve egy-egy terméknek, szolgáltatásnak az árába. Köszönjük szépen, akkor Lászlónak adjuk meg a lehetőséget. Na, akkor kezdjük visszafelé talán, hogy drága és miért nem csak egy kártya kedvezmény, több oka is van. Alapvetőleg, hogyha nekem van egy kártyám, és tudom, hogyha 100 helyre elmegyek, és ott 100 helyre kapok kedvezményt, attól még lehet, hogy otthon maradok, és nem megyek el sehova. Hogyha a kezemben van 100.000 balatoni korona, akkor biztos, hogy viszket is elmegyek, és elköltem valahol.
Tehát alapvetőleg az egyik egy lehetőség, a másik pedig egy potenciális használat. Tehát lélektani hatás? Lélektani hatása is megvan. Ugyanakkor, ami nagyon-nagyon lényeges, és erről nem beszéltem föl, meg nyilván nem is írtam, hogy ez egy irányított rendszer tud lenni, sőt az is. Tehát elméletileg, hogyha valaki jelentkezik, hogy én akarok a kártyához csatlakozni, és adok 10% kedvezményt, az bárhol csatlakozhat, mindenki örömmel veszi. Mi viszont nem kötünk mindenkivel szerződést. Tehát alapvetőleg meghirdetett célunk az, hogy a Veszprém és környéki termelők és az ottani boltosokkal kötünk szerződést. Tehát mi nem fogunk soha szerződést kötni a Tesco-val, a Spárral és egyéb ilyen nagyokkal, hanem csak a CBA-val és a helyi kisboltokkal. Innentől kezdve minden egyes forgalomban helyezett Balatoni koronát irányítani tudunk, mert ellentétben akármilyen forinttal vagy az étkezési jeggyel, amit mondjuk megkap egy veszprémi önkormányzati dolgozó, azt odathatja a fiának, és akár Nyíregyházán eszik bele a McDonald's-nál. Na most, amit Balatoni koronába kap meg egy veszprémi önkormányzati dolgozó, azt a térségbe kell, hogy elköltse, és nem elméletileg, hanem gyakorlatilag is. Tehát nagyon-nagyon lényegi különbség van egy elméleti lehetőség százalékos csökkentéssel kártya, meg egy ténylegesen kézbefogható pénz és csak helyben elköztethető pénz között. Hogy azt mondjam, épp ezért sokkal nagyobb bizonyos kutatások szerint 6-8-szoros a forgási sebessége a pénznek a forinthoz képest. Ugye egyik vonalat elmondtam, hogy nem kamatozik, és ezért nem érdemes tartani, de a másik, hogy ott van és helybe kell, hogy elköltse, elsőként mindig ezt költi el. Tehát ezért nagyon-nagyon lényeges a különbség, és ezért ez a drágaság, amely 5 évre eloszlik, nem biztos, hogy valóban drágaságnak nevezném. Visszaugrani a következő kérdéshez, hogy negatív kamat nem, ha lejárata van, az nem jelent negatív kamatot. Negatív kamat azt jelenteni, amit gyakran az túlzás, de amit néhány külföldi példa csinál, ők azt mondják, hogy érvényesíteni kell a pénzt negyed évente, fél évente, mert amit nem érvényesítenek, nem költenek el, az mondjuk 1%-kal inflálódik, tehát már csak 99%-on beváltható, vagy 98%-on. Mi ezt nem választottuk, mert egyfajta bizalmatlanságot szülne Magyarország, ugye ennek is megvan az az oka, hogy arra serkent, hogy mondjuk 3 hónapon belül, ami kezedben a pénzt, az azonnal költsd el, segítsd a helyi gazdaságot, de úgy ítéltük meg, ha Magyarországon eljövünk egy olyan pénzzel, ami 3 havonta elveszti az értékének az 1%-át, izgalmas lenne, tehát ezt a metódust nem igazán választottuk. De mondom, ettől még nem negatív a kamata. 5 év múlva, és ezért is választottuk ezt az időtartamot, meglátjuk majd azt, hogy ez a forgalomban levő pénz mennyire rongyolódott el, mennyire használódott el. Ugye minden pénz használódik. Milyen mennyiség került már ki? Hogyha nagy mennyiség is elhasználódott, akkor nyomtatunk újat. Ha nem túl nagy mennyiség és nem használódott el, tehát jól bírja a papír, akkor pedig egy egyszerű, mint a forgalmiban is szerepel, egy ilyen kis hologramos maticával az érvényességét átnyomjuk, vagy bélyeget teszünk rá, vagy bármi megoldás lehet, és mondjuk a 2016-ot így felülbélyegezzük mondjuk 2020-ra, vagy bármilyen tetszőlegesen választott dologra. A harmadik kérdés pedig a jövőben számlapénz és esetleges hitel. Hogy mondjam, tehát a pozitív terveink között szerepel ez is, de hozzá kell tennem, hogy ugye a számlapénz dolog kettő miatt nehéz. Egyrészt akkor van értelme, hogyha egy elszámoló rendszer áll mögötte, ugye ami a bankok között is megvan, mert vagy csak nagyon szűk körbe tud működni, tehát egy bank ügyfelén belül, ahol meg tudja teremteni az elszámolás lehetőségét, vagy pedig tényleg kell egy elszámolóház a bankok között, na erre is viszonylag nagyon vigyáznak, mert ez is ugye monopólium, tehát valószínűleg ezt sem igazán támogatnák. A másik gátja egyelőre még ennek az, hogy hivatalosan, és ez főleg a hitelnél gátja, minden egyes helyi utalványnak fedezete kell, hogy legyen, törvény ezt szabályozza. És abban a pillanatban, hogy hitelt adok, ugye akkor új értéket teremtek, új pénzt hozok forgalomba, és annak nincs fedezete, tehát ezt még azért elég alaposan körbe kell járni. Tehát azt tudnám mondani, hogy gondolkozunk rajta, de mondjuk 2 éven belül nem látom a realitását. Nagyon szépen köszönöm, az időnk lejárt, úgyhogy még egyszer megköszönöm Bódis Krisztiánnak, André Mejannak és Lejtod Lászlónak, hogy itt voltak.